Ég a tűz Szentiván éjjel a Sóstói Múzeumfaluban az év legrövidebb éjszakáján. A hagyományok szerint a sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette, ezért is gyújtanak minden évben ilyenkor tüzet. A Múzeumfalu programjának fő előadója Szabó Balázs bandája volt, de felléptek a Nyírségtánc együttes tagjai is, akik egy tűztáncot is jártak még az ugrás előtt. A tűz, mint jelkép és mint szimbólum jelen van életünkben, és a tűznek a füstje a gonosz űzésnek egyik fontos momentuma. A füsten nagyon sok mindent kiszerettek volna űzni, ezért ugolták át Szent Iván éjszakáján is a tüzet, ami nem csak a szerelmet pecsételte meg, mint ahogy sokszor mondják, és mi is nagyon sokszor a mai éjszaka elmondtuk, hanem a gonosz előzésére, a terményeknek a bőségére, gazdagságára is egy jó erős és egy jó pecsétje volt. Ezért szervezzük meg mi is minden évben. Ezt az idézőjeles babonát mi is tartjuk, és fontos számunkra is az, hogy itt ezen a forró éjszakán mindenki lelkesen tartsa meg ezt a hagyományt. Bár a tűzugrás nem a mi vidékünkre jellemző, a Sóstói Múzeumfalunkban is évről évre ápolják ezt a hagyományt. A tűz körül álló táncosok először különféle füveket, virágokat füstöltek. A táncosok ugrását követően éjfél után a közel 1000 résztvevő is átugrott a tűzön. A rendezvény kísérő programjaként a Szerelem Szerelem című kiállítás is megnyitott, amely a szerelmi ajándékokat és szimbólumokat mutatja be az érdeklődők számára.